Köszöntöm a Hírháttér nézőit! Újabb nagy projekt kezdődik a Moson-Magyaróvári Vízisport Egyesület életében. Tehetségközpontot hoznak létre, és ennek kapcsán Nagy Gábort köszönthetem itt a stúdiónkban. Szóval mindig kitaláltok valami igazán nagyszabású dolgot, és ez a tehetségközpont, ez a szókapcsolat önmagában is nagyszabásúnak tűnik. Miről van szó? Így van, köszöntelek. Hát igazából a tehetségpont gondolatával 2012. júniusában gondolkoztunk, és akkor kiírt a TÁMOP egy olyan pályázatot, amiben végül is belefért ez a dolog. Itt a Magyar Szövetség is segítette a munkánkat, illetve a Kajakkenu Szövetség is. Magyarországon kettő ilyen tehetségközpontot jelöltek ki, és adtuk be a pályázatot. Ez Szolnok volt az egyik, illetve Moson-Magyaróvár. Mi köszönhetjük annak, hogy evezésben nagyon jó utánpótlás bázis alakult ugye ki, és nagyon sok eredményt, jó eredményt érünk el. Ennek köszönhetjük azt is, hogy ugye nem csak evezés, hanem kajakkenu és sportágot is tudunk kínálni a gyerekeknek, illetve ezen kívül a sárkányhajózást is. Tehát mi szélesebb körben tudunk megjelenni, akár az iskolákban, akár más nyilvánosság előtt. Tehát beadtuk a pályázatot, és egy 100%-os pályázatot sikerült nyernünk, ez 10 millió forint. Itt ebbe a pályázatba szerepel edzői bérek, illetve továbbképzéseknek, edzőknek a továbbképzései, illetve eszközök, utánpótlásnak eszközök, evezésben is, mint kajakkenuban is, lapátok, illetve téli propaganda rendezvényekhez szükséges ergométerek, illetve ennek a teljes szoftverbázisa, tehát különböző projektorok, számítógépek, illetve programok. Mit jelent ez az Egyesület életében? Tehát mekkora történelmi dolog ez, hogy egy ilyenre van lehetőség, ugye másodmagatokkal szól? Mindenképpen fontos az utánpótlás nevés számára, illetve ha ki tudok építeni a központot, tehát ami azt jelenti, hogy egy bázist tudunk kialakítani, amivel ez mindenképpen tudunk nyúlni majd akár kajak, illetve kenu, illetve vezés szinten. Tehát minél több gyereket meg tudunk ebben mozgatni, hogy a város iskoláiban minél szélesebb körben szeretnénk bevonni ebbe a gyerekeket, és akkor még több, még színesebb, illetve még szélesebb bázist tudjuk emelni az utánpótlásunkat. Beszéljünk konkrétan arról, hogy mit jelent az, hogy Moson-Magyaróvár nagyon jó lehetőségeket tud kínálni az utánpótlás nevelés szempontjából, vagy kínált, és mit jelent az új lehetőség, mit jelent az új bázis, amit létre akartok majd hozni? Megváltozik a csónakháznak az infrastruktúrája talán, vagy máshova költöztök, vagy hogyan fog ez majd megmutatkozni az Egyesületben? Nem, semmiképpen fogunk elköltözni, és igazából még egy olyan bázist tud adni, még egy olyan lehetőség, rengeteg olyan rendezvényt tudunk majd ebből a pályázatból megvalósítani, amivel még jobban tudjuk kínálni a vízisportot. Azt mondtad, hogy ez egy pályázaton nyert 10 millió forint. Mire, milyen intervallumra szól ez konkrétan, és tényleg hogyan fogjátok ezt elkölteni, mire tudjátok el már egészen konkrétan? Igazából ez a pályázat egy egyéves, 12 hónapos intervallumú pályázat, és itt, hogy mire fogjuk tudni elkölteni. Ugye mondtam, hogy a projektorok vetítők, meg így van, bérek. Ezen kívül még lesznek benne továbbképzések, illetve ami kötelező elemeket tartalmaz ez a pályázatnak, kötelező elemei voltak itt a edzőknek, kollégáknak, illetve ezen kívül a önkénteseket is fogunk bevonni ebbe a pályázatba, tehát 10-12 olyan szülőt, illetve idősebb versenyzőt, akik már a munkájukat tudják, tapasztalatokkal tudják segíteni a mi utánpótlás munkánkat. Gondolok itt rendezvényeknél akár idősebb versenyzőik, most Glázer Rebekára gondolok, vagy akik már az evezésben, illetve a kajakkenóban is már vannak olyan ifjúsági felnőtt versenyzők, akik be tudnak kapcsolódni és segíteni tudják a szakemberek munkáját. Őnek is a továbbképzés mindenképpen elengedhetetlen azért a saját szakági specifikusságának ez mérten. Ezen kívül még különböző versenyekre tudunk elmenni,
tehát más ilyen kapcsolatot rendszert tudunk kialakítani más ilyen tehetségpontokkal. Tehát például konkrétan tudom, hogy evezős utánpótlás tehetségpont van Szerbiába, Palicson, ahol szoktunk versenyezni egy évben egyszer, tehát például egy ilyen cserekapcsolati rendszert már is ki tudunk alakítani, illetve ki tudunk alakítani akár a szlovákoknál is a Somorai klubbal, ők is egy ilyen tehetségpont. Ez egy nemzetközi projekt, tehát ez a pályázat is? Így van, egy uniós pályázat, így van, tehát ugye ez a Társadalmi Operatív Program keresztül Lúszécsény terv pályázata, tehát így van, tehát egy uniós finanszírozási program. Szóval, hogyha itt maradnak a gyerekek, vagy nálatok edzenek, akkor most, ha azok ezen programon belül dolgoznak, akkor gyakorlatilag a professzionálisabb versenyzők anyagilag lesznek jobban megbecsülve. Egészen konkrétan ez az egyik legfőbb lehetőség ennek az összegnek, amit nyertetek ezen a projekten? Így van, tehát így van, minél jobban tudjuk professzionálisra tenni azt a utánpótlásnál elérést, amit szeretnénk elérni, illetve hogy minél több ilyen olyan kollégát, most ugye evezésben is kettő edzővel dolgozom, illetve kajakkenóban is egy edző van, tehát ez mellett még ugye ki tudunk bővíteni legalább egy-két olyan státuszt, amivel még több gyereket tudunk fogadni. Ahogy néztem a csónakház infrastruktúráját, hát lassan kinövitek, nem? Így van, hát ez egy következő projekt lesz. Ugye ebben már évek óta gondolkodunk, illetve próbálunk keresni olyan forrást, olyan pályázatot, amiben egy új csónakházat létre tudunk hozni. Hát a reményünk szerint egy 5-6 éven belül ezt is meg szeretnénk valósítani. Keressük a következő uniós forrásokat erre, hogy hogyan is lehetne ezt. Térjünk vissza erre az operatív programra. Önrészt kellett benne vállalatok? Nem, hála Istennek ez 100%-os teljesítési pályázat, tehát hála Isten nem kellett saját önrészt ezt biztosítani, illetve ami fontos számunkra, hogy hála Isten ez egy nettó 10 millió forintos, amit nyertünk, tehát mi nettó elszámolóként, tehát majdnem, hogy 12 millió forintot nyertünk így a pályázatból, hogy áfa visszaigénylők vagyunk, tehát ez is egy fontos szempont, hogy még a másik pályázók, akik nem áfa kötelesek, azok csak bruttóban 10 milliót nyertek, mi még így egy kicsit azért többet. Mikor lesz ennek meg az első eredménye, hogy látod? Is évről évre halmozzátok a jobbnál jobb eredményeket. Szóval mit fognak látni a mosonmagyaróváriak ebből a következő egy esztendőben? Hát reméljük, hogy minél több helyen, illetve minél több szinten meg fogunk jelenni, és minél többet fogunk hallani különböző rendezvényeken. Akár iskolákba meg tudunk jelenni mindig több ilyen tehetségpont rendezvénnyel, akár ergométeren, akár majd külön itt a csónakházba is le tudunk hívni ugye olyan gyereket, akiket úgy látjuk, hogy tehetségesek. És itt kapcsolódik be a város, ugye nagyon sok gyerek kezdte el ugye szeptemberben az iskolával ezt a mindennapos testnevelést, és én úgy gondolom, hogy már most is jönnek hozzánk ugye azáltal, hogy kötelezővé tették hogy a napi szinti testnevelést, és az iskolák nem biztos, hogy el tudják látni ezt a feladatot. Ugye ilyenkor felcserélődik az, hogy heti 3 órában az iskolában, ugye plusz 2 óra pedig ugye bármelyik más egyesületbe letölthető. Tehát már most is így is azért jöttek hozzánk szép számmal gyerekek sportolni, de én úgy gondolom, hogy ez még többben ki fogják ezt használni, és akkor minél több gyereket be tudunk vonni a vízi sportokban. Adja magát a kérdés akkor, hogyha ilyen lehetőségek vannak, hogy a kistérségi iskolákból, településekről vártok-e? Hozzátok természetesen lehet jönni hozzánk kis településekről is, nem zárkozunk e felől el. Természetesen így is most is már jönnek hozzánk, jöttek már ugye csak a fürdős testvérekre gondolok, akik János Somorjáról járnak, illetve több gyerek jár már Mária Kálnokról is, vagy Újonfőről, tehát vagy akár Halásziból, tehát azért jönnek hozzánk, meg járnak is olyan gyerekek, akik a kisebb falukból, közelebbi falukból jönnek, de hát ugye természetesen ugye a olvári iskolákra koncentrálunk, de hát természetesen várunk mindenkit, aki szeretne jönni, elezni, illetve kajakkenúzni. Mi lesz akkor, hogyha ezt az infrastruktúrát megcsináljátok, kialakítjátok, és akkor letelik az egyéves periódus, akkor utána hogyan tovább, hogyan tudjátok majd fenntartani, vagy arra is várható egy újabb éves pályázat?
Hát igen, most ezt lessük a következő évben, 2013-2014-es évre, a hogyan is tudjuk megvalósítani azt, hogy tényleg, ha ez a projekt lezárul, akkor az edzőket hogyan tudjuk itt tartani. Ehhez most hallottam egy új pályázatot, reméljük, hogy ezt ki is írják, és be tudunk csatlakozni ebbe. Illetve mindenképpen, hogyha minél több gyerek van, akkor ugye annál több tagdíjbevétel, az például a tagdíjbevételt pedig természetesen ugye a gyerekeknek az itteni sportolására fordítja az egyesület, tehát igazából ez egyértelműen megy, halad és görtül előre, illetve hát ami nem mindennapi, amit más egyesületet még nem igazán láttam még, de mi már évek óta ezen dolgozunk, hogy ami turisztikából bevételünk származik, ami a vízi turisztikából szerzünk, turisztika, igen, így van, tehát utakat, túrázást, hajókölcsönzés, stb. Ugye ezt mi mindenképpen a versenyzésre, tehát a versenyköltségekre, illetve az utánpótlás nevelésre fordítjuk, és ebből lehet. Tehát majdnem azt tudom mondani, hogy a versenyzésnek a kétharmadának a költségét a turisztikából, illetve a vízi turizmusból nyerjük, és mindenképpen ebből tudjuk fenntartani ezt a rengeteg versenyt, amivel el tudunk ugye éves szinten menni, jevezősöknél több mint 20 versenyre, kajakonosoknál is, most még ebben az évben 3-4 versenyen vettek részt ugye, illetve hát jövőre, hogy minél több gyerek, illetve hát most már minél jobb eredményeket fognak tudni elérni, akkor minél több versenyre fognak ők is ellátogatni. Ugye ez nem a sportmagazin, igazából a hírháttér, és anélkül, hogy elemeznénk az elmúlt esztendőt, ugye nektek is véget ért a versenyszezon. Van-e még valamilyen fontos esemény, ami rátok vár az idén? Hát most már lezárul a minden szakosztálynak szinte a versenyszezon. Ugye az evezésben hétvégén volt az utolsó verseny, illetve van még egy serkenyhajós esemény, ahol november 24-én el fogunk látogatni, ez egy ilyen medencés sárkányverseny, de ezzel véget ér ebbe az évben a versenyek száma, és én úgy gondolom, hogy ebben az évben szintén javítani tudtunk a tavalyihoz képest, tehát tavaly is kiemelkedő eredményt zártunk ugye egész évben, több mint 30 magyar bajnoki érmes helyezést tudtunk elérni, mind a két sportágban, evezésben is, és kajakkenuban is. Illetve voltak nemzetközi versenyeink is, ahol ugye világbajnokságon vettünk részt, a korosztályos 23-as világbajnokságon először vettünk részt ugye evezésben, Lázár Rebeka révén, illetve a sérülők ugye részt tudtak venni olimpiai reménységek versenyén, ahol első helyezéssel tértek haza, illetve hát a sárkányosok is bemutatkoztak már világ viszonylatban is, és ott is ugye több érem született. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy haladunk tovább, és ugye pontosan ez az utánpótlás központnak a lényege, hogy ezek ilyen gyerekeket tudjunk kinevelni, mint amiket most már ugye egy 2-3 ilyen versenyzőt tudok ugye mondani, Fördös Bence, vagy Rebeka, Glázer Rebeka, vagy Filippa, akik ugye még kicsi korban, 10-11 éves korban el tudnak kezdeni nevezni, kajakkenúzni, és aztán évek során szépen itt az egyesületünknél akár felnőtt eredményeket is most már tudják hozni. Hát kívánom, hogy a Tehetségcentrum ne csak egy évig, hanem nagyon sokáig működjön, és továbbra is legyetek ilyen sikeresek, és akkor az évértékelőt majd megtartjuk egy sportmagazinban. Nagy Gábornak köszönöm, hogy elfogadta a Hírháttér meghívását. Köszönjük, hogy bennünket választottak.